Nyaranta minden évben csökken a véradások száma az év más időszakaihoz képest. Egy átlagos napon általában 1600-1800-an adnak vért. A nyári hónapokban azonban kevesebben mennek el a nagy meleg, a sokakat érintő allergiaszezon és a szabadságolások miatt. Vérre azonban nyáron is szükség van a műtétekhez, a baleseti sérültek ellátásához, illetve a vérkészítményekre, transfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Ezért indított véradó kampányt a Magyar Vörös és az Országos Vérellátó Szolgálat nyári feltöltődés, tölt fel másokat is agyvért címmel. Aki elmegy véradásra és sikeres véradáson esik túl, kap egy hozzáférést, amivel be kell regisztrálnia a www.véradás.hu weboldalon. Erről a tájékoztatást a sikeres véradáson meg fogja kapni. Aki nem annyira járatos az internet világába, azt javaslom, hogy kérje meg a az ismerőseit, fiatalabb rokonokat, hogy segítsenek neki ebben, hiszen utazást lehet nyerni, amit egy sorsolással fognak eldönteni, hogy a nyári viradóink között kik lesznek azok, akik ezt majd megkapják. A különböző helyeink is készülnek a a megyében különböző játékokkal, nyereményakciókkal, ajándékcsomagokkal. A véradók közt minőségi borválogatásokat, borkóstolókat, koncert és múzeumbelépőket, belföldi utazásokat és a főnyereményként egy egyhetes, kétszemélyes tengerparti utazás sorsolnak ki. Az országban egyébként nincs vérhiány, a megszokott vérmennyiséget azonban biztosítani kell az egészségügyi intézményeknek. A megyében heti 500 egységvérre van szükség ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a egészségügyi ellátást, tehát hogy ne kelljen elhalasztani semmiféle sürgős műtétet vagy beavatkozást. Én mindenkit arra buzdítok, hogy ebben az időszakban is maradjon meg az elköteleződése, hiszen az egészségügy az nem áll le ilyenkor sem. Augusztus végéig több mint ezer véradást szerveznek országszerte, legtöbbet a Balaton környékén és a könyvzenei fesztiválokon. A pontos helyszínekről a www.véradás.hu oldalon, vagy a Véradás Vörös Kereszt ingyenesen letölthető mobilaplikációval lehet tájékozódni.